Még csak pár nap telt el az évből, már is megvolt az első komolyabb lakástűz Zalavár megyében. Kedden este Zalaegerszegen csaptak fel a lángok egy társasház tetőtéri lakásában a Mártírok útján. Az ingatlanban egy ágy, annak matraca és lomok égtek. A városi, valamint a pacsai hivatásos tűzoltók az áramtalanítást követően a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával rövid időn belül megfékezték a tüzet. A rajok egy embert mentettek ki a lakásból és átadták a mentőknek. Az oltási munkálatok idejére a társasházat nyolc lakónak kellett elhagynia, őket szintén a tűzoltók menekítették ki. Az egységek munkáját a lakásban felhalmozott nagy mennyiségű szemét nehezítette ugyan, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjed tovább, ezt a hőkamerával hő végzett vizsgálat is megállapította. A kórházba szállított ember füstmérgezést szenvedett, tájékoztatott honlapján az Alavármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.